És akkor utána jött ez a fordulat, hogy ki lehetett menni itt a Hoffer révén Londonba. Hát én elkezdtem tanulni angolul, mert rájöttem arra, hogy oroszul, ugye meg tudtam érteni, minden oroszul jelent meg, hogy ezek mindig annak a cikknek a lefordítását, hogy eredetiben jó lenne nekem, de elkezdtem angolul tanulni. Annyira remény nem volt, hogy a szomszéd országba elhagyd az országot. De német az... Az németül tudott a tanulmányozás? Németül valamennyire tudtam, igen, mert a németeket vezettem hadifogolyként a táborban. Hadifogoly voltam. Az életemért táborparancsnok, mert oroszul, németül, magyarul írtam, olvastam, beszéltem. Úgyhogy... Akkor ehhez az angolt kellett tudni, és hát angolt, elkezdtem angolt tanulni, és remény nem volt arra. Egyszer az angol tanárom azt mondta, hogy tudod, Gellért, majd, hogyha a Victoria Stationen találkozunk egyszer, így nagyokat kacaráztunk rajta, és bekövetkezett az, hogy az angol tanáromat vártam a Victoria Station. Na, ez egy egész csoda volt, ugye, hogy én kikerülhettem 63-ban Londonba, és akkor ő jött Londonba meglátogatni, nem is, hát ő eljött egy különböző Londonba, és akkor én fogadtam, hogy már kocsim volt, és akkor ide-oda vittem. Goldfinger az mennyire volt, hogy is mondjam, őtől mennyit lehetett tanulni? Hogy azon kívül, teljesen. Hogy nagy úr volt, de a kiviteli tervekbe beleszólt, vagy ott egy nagy irodába volt. Hányan ültek ott? Százan? Nem, ez egy ilyen 20-ös iroda volt, hát két szinten. Az se kicsi. Nem kicsi, hát hogy? Nem és kicsi. Azok az ő keze alá dolgoztak mind? Mindent ő tervezett, itt nem volt mese. Rengeteg vitám volt véle, mert... És magyarul? Általában magyarul beszélt, jó beszélt magyarul. Hát a babája is még élt akkor, és beszélt magyarul nagyon szépen. Felesége az Ursula nem. A saját családi háza az megvolt már akkor? Megvolt, és az nagyon hamar műemlék lett. Még saját életében. Én abban laktam, amikor elmentő Mexikóba, akkor megkért, hogy menjek be, mert Henry Moore szobrai voltak. És mondtam, hogy akkor én leszek a watchdog, ugye? Röhögött. Én Ernővel jobban voltam, de volt egy nagy konfliktusom véle. Ez egy rabiátus ember volt különben, egy hirtelharagú rabiátus ember. Csináltunk az egyik házat, és volt egy olyan osztás, ahol kétharmad arányba kellett volna elosztani, csak a kétharmad pontján valamilyen építő olyan elem volt, amit nem lehetett kétharmadra osztani, egy homlokzatot. És akkor én erre csináltam neki több változatot, vagy öt változatot, este bejött, azt mondja, mi van, mutatom. És akkor ránézett, és az, you are a idiot, de minden ok nélkül, de semmit nem mondott. Hú, hát erre eldölt bennem a bálmány, találtam és azt mondtam, Mr. Goldfinger, de akkor én már kisfőnök voltam ott az irodában, I refused that behavior. És elmondtam neki, hogy nem azért jöttem haza magához, hogy dolgozna, hogy én maga gorombáskodja. Nagyon jól tudhatja, hogy még minden nap letettem egy rajzot az asztalára. De Ernő elsápott, kaptak alapját, beállt az ajtót, elment. Most jön a folytatás. Másnap engem mindig fölhívott, ha kivitelezőkkel tárgyalt, hogy kíváncsi volt a véleményemet. Sokszor mondtak ott hülyeséget, ezt rákérdeztem. Ez mindenki tetszett. Én akkor is tárgyalás volt, fölmentem, leültem, és egész tárgyalás alatt nem szóltam egy szót, se tudtam, hogy ki fog rúgni, ugye? Azt mondta nekem utána készen a tárgyalásra, hogy mit duzogsz. Mondom, nem duzog. Így magyarul, akkor leszólt a titkárnak, hogy küldje fel az egész irodát. Mondom, most jön az ünnepélyes kirúgás, és az Ernő bocsánatot kért. Hát engem úgy meghatott. Nem csodálom, hát ez a mégis. Hát,